ez a fickó. Következik a Jó Estét Magyarország. Megan Grand Tour, lefegyverző szépség. Most 2 hónap ajándéktörlesztő részlettel. Mizus. Kérsz Danettet? Igen. Új 2 rétegű Danett csábítás. Lágy vanília ízű krém és 1 réteg incsiklandó tejkaramell. Tessék, a főnököd. A tiéd. Kóstolja meg ön is a 2 féle új Danett csábítást. A vanília ízű krémet tejkaramellán és a csokoládé krémet körtés rétegen. Az életben annyi mindenre várni kell, de rám ugyan nem. Mert én olyan Electrolux mosógép vagyok, aki pontosan jelzi, hogy meddig tart a mosás. Így mindig tudod, mikor kell visszajönnöd. Nem rossz, ugye? Electrolux. Vele könnyebb az élet. A beépített kamerás Motorola E50-est új előfizetéssel vagy készülékváltással most 0 forintos kezdőrészlettel elvihetik a kapcsolat aranykártya programban. T-Mobile. Ajándékozni öröm, de néha olyan nehéz. Jägermeister, díszdobozban. Én Electrolux mosógép vagyok. Velem könnyebb az élet. A Proenzi ízületi preparátum azt a gondolatot ébresztette bennem, hogy életem nem más, mint folyamatos mozgás. Ha mozgásunk korlátozott, korlátozottnak érezzük magunkat az életben is. Ahogy múlik az idő, gerincünk és ízületeink fokozott gondoskodást igényelnek. Az ízületeknek feltétlen szükségük van a Proenzi összetevőire. Glukoszamin, kondroitin, MSM. Egészséges ízületek, ez a Proenzi. Proenzi. Esély a szabad mozgásra. Elnézést, uram, hogy ismét zavarom. Az Univer küldött az újabb havi nyereményével. Köszönöm, fiam. Hogy is hívják? Béla. Az Univer SMS játékával 1.200.000 forintot nyerhet, vagy öné lehet az 1001 vásárlási utalvány egyike. Az Ignis. Ugye mindig is tetszett? Sportos és kényelmes, jól felszerelt és biztonságos. És most 1 évig a részletek felét is mi fizetjük ön helyett. A havi törlesztés például 19.328 forint is lehet. Ráadás egy garnitúra felnire szerelt Pirelli téli gumi. Suzuki. Tudjuk, mi számít. Ráadásul ez egy Ignis. Gillette Series borotva zselé. Egy kevés is elég. A bőrbe masszírozva felszívódik és megpuhítja a szőrszálakat. Másképp, mint a borotva hab. A Gillette Series borotva zselével simább és kellemesebb a borotválkozás. Fedezd fel az érzékek világát. Érezd a természet ízét. A finom formák csábítását. A cseppnyi szépségek bűvöletét. Vilmos. Érzékekre hangolva. Karácsonykor is több ezer ajándékkal várunk. FSC laptop 249.990 forint. Kodak digitális kamera 16.990 forint. Electroworld. Többet, kevesebbért. Valami, ami biztonságos, amiben megbízik. Ami érzi a ritmusát. Valami, amit már jól ismer. Valami, ami már segített önnek. Tiszaszed. Természetes, hatékony, magyar. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Finoman láthatatlan.
Talán észre sem veszed, pedig ott van. Sejtelmesen vékony, pont mint az Oldies Discreet tisztasági betét. Szinte nem is érzed, de éppen ezért kedveled. Olyan vékony, mintha ott sem lenne. Oldies Discreet, mostantól új illattal. Még sejtelmesebb, még szamatosabb, még lágyabb. Vilmos nektár. A hajam élettelenül lelóg. Csak a korpa feltűnő rajta. Egy energiahullám kellene. Itt az új Head & Shoulders variáns, az Ocean Energy, alga kivonattal és tengeri ásványokkal. Eltünteti a látható korpa 100%-át és felpesdíti a hajad, hogy csupa élet legyen. Töltsd fel magad energiával. Ocean Energy, a Head & Shoulders új variánsa. Nincs többé korpa, csak gyönyörű haj. Magyarországon egy roma fiatalnak 6-szor kevesebb esélye van szakmát és 50-szer kevesebb diplomát szereznie, mint egy nem romának. Program az összetartó társadalom megteremtéséért. Köszöntöm kedves nézőinket! A Sorsolási Bizottság felügyeletével és közjegyző jelenlétében megkezdtük a hétvégén a számok kisorsolását. A 20 nyerő száma következő. 58 47 56 61 46 48 5 50 1 19 52 33 64 80 69 17 36 30 65 és végül a 12-es. Köszönöm figyelmüket, legyen szerencséjük a holnapi Keno sorsoláson is! Folytatódik a játékidő. A TV2 telefonos műsorán. Ahol a legfontosabb az, hogy játszanak velünk. Mert itt velünk mindenki nyerhet. Otthon a képernyők előtt és a stúdió. De jó, hogy tovább ment! Megvan az 1 millió forint! Játékidő. Hétköznap délután a TV2. Még azt akartam megkérdezni, hogy mióta festesz? Megérkeztél Erdélyből mikor is? 70-ben, 13 évesen. A szüleimmel települtünk át. És akkor már festő voltál? Nem, hát akkor 13 éves voltam. Egyszerűen a játék része volt a festés. Ahogyan most is a játéknak a része, és a játék folyt. Szogyori László. Népszabadság. A tájékozottság magabiztossá tesz. Mostanában kormányzóként küzd az igazáért, de fénykorában még más eszközökhez folyamodott. A bűnbandák erejét gyökeröknél fogva tényezít. Arnold Schwarzenegger. Jó a családhoz tartozni. Piszkos Alkú. Szerda este a TV2-n. Hányszor kell még elmondani? Cinemátrix szerdán este a TV2-n. Zero. Én megmutatom önöknek az édes élet örömeit. Egy kicsit másként. 800 lóerő, 40 tonna, 80 km per óra végsebesség, ez az élet páncélos módra. Erről szól a Dolce Vita. Jövő hétfő este a TV2-n. A Dolce Vita fő támogatója a Brokernet.
Jó estét kívánok, Bombera Krisztina vagyok. Óriási pusztítás a Magas-Tátrában. 3 millió köbméter fát pusztított el az időnként 160 kilométeres szél. Az ítéleti idő miatt több síterepen is elmaradhatnak a vendégek. A magyar utazási irodák nem tartanak lemondásoktól, mert a Szlovákiába járó magyarok többsége nem a Magas, hanem az Alacsony Tátrát szokta választani. Ukrajnában népmozgalom kezdődött a kétséges elnökválasztási eredmények miatt. A nemzetközi megfigyelők szabálytalanságokat sejtenek a hivatalos hatalom jelöltjének győzelme mögött, például a magyar történelemből is ismert kékcédulás módszert is bevetették állítólag, az ellenzéki jelölt pedig bojkotra szólított fel. Egyre többen kérik ki a történeti hivatalból a róluk készült ügynöki jelentéseket. Van, akit nem érdekel, mit írtak róla, de a hivatal vezetője szerint lesznek még meglepetések. A főigazgató azt mondja, időnként a gyomra is felfordul attól, amiket a papírok között talál. Kilométeres orkán pusztított a Magas-Tátrában, Szlovákiában. Minden tönkretett, ami az útjába került. Valószínűleg az idén egyetlen helyi síparadicsom sem lesz fogadóképes. A szlovákok szerint legalább 100 év kell majd ahhoz, hogy a hegy és az erdők rendbe jöjjenek. Ez a vihar tombolt órákon át a Magas-Tátrában, Szlovákiában. Volt, ahol 165 kilométeres széllökéseket mértek. Egész erdőket tarolt le, a ketté tört vagy tövestül kicsavart fák utakra és sínekre dőltek. A szél tetőket sodort el és letépte a villamos vezetékeket. Így nézett ki a Magas-Tátrai Nemzeti Park másnap. A szlovák környezetvédelmi miniszter szerint annyi fenyő pusztult el, mint amennyi az egész évben kiterült.